Itt az épülő zentai sportcsarnoknál történt a halálos baleset. A 43 éves férfi munkavégzés közben vesztette életét. A Páninvest alvállalkozónak az egyik munkása a csatornázás közben bent volt ebben az árokban, ami körülbelül 2,6 méter mély volt, és föld ráomlott, és sajnos tragikusan végződött ez a baleset. A nagy mennyiségű vizes föld maga alá temette a szerencsétlenül járt munkást. A vele együtt dolgozó társai megpróbálták kiszabadítani, de mire kiásták, már nem élt. Az illetékes szervek végzik a munkájukat a körülmények megállapításában, és amennyiben munkavédelmi vagy más mulasztás történt, akkor azt meg is fogják állapítani. A baleset körülményeinek kivizsgálása jelenleg is folyamatban van. Azzal kapcsolatban, hogy esetleg történhetette valamilyen mulasztás, szerettük volna megszólaltatni a szennyvízelvezető rendszer kiépítésével kapcsolatos munkálatokat végző Paninvest vállalat illetékeseit is, ők azonban nem kívántak kameránk elé állni. Mint ahogy mögöttem is látható, a sportcsarnok környékén jelenleg szünetelnek a munkálatok. Az illetékesek elmondása szerint a vizsgálatok lezárulásáig így is marad majd. Azt, hogy emiatt mennyit csúszhat a sportcsarnok október elejére tervezett átadása, még senki sem tudja.